Játszon a Kauflanddal és nyerjen vásárlási utalványt 100 euró értékben. Kaufland. Jó napot kívánok! Ez itt a heti tallózó külön kiadása. Azért van külön kiadásra szükség, mert ugye a nyár közepén tombol a turista szezon, az emberek szabadságon vannak, nem különben mi is. Tehát nagyon jól van ez így, hisz mi más csinálna az ember ilyenkor döbbenetesen meleg nyár kellős közepén, mint hogy logatja a lábát a fürdőmedence oldalába, és fagyit vagy sört iszogat, vagy fagyit nyalogat. A lényeg az, hogy ez a különkiadás tulajdonképpen a Covid helyzetet tárja majd elénk, ami az idei évben történt. Tehát az idei év első 7 hónapjának történéseit összegezzük, ami a járvány helyzetet illeti. Sidóhá Zoltánnal, az úszó főszerkesztő helyettesével arról fogunk beszélni, hogy mi is történt, hogy sikerült úrrá lenni, sikerült egyáltalán úrrá lenni ezen a járványon, a probléma megoldások vezettek-e eredményre, és ha igen, milyenekre. Tessék Zoltán, kérünk egy gyors összefoglalót. Hát eddig 7 hónap telt el az évből, és még mindig valóban a Covid viszi a prímet, ez a fő hír. Érezzük, hogy fogytán a türelmünk, hiszen Pozsontól Párizsig, Párizstól Athénig tüntetnek az oltás ellenesek. Elegük van már ezekből a furcsa helyzetekből. Itt nagyon fontos a párt szimpátia is, például a Kotleba hívek inkább a szájvízben vagy a minőségi pálinkában hisznek, és nem az oltásban. Az Egyesült Államokban pedig lenn a Donald Trump által megbabonázott republikánusok nagy ívben kerülik az oltópontokat. Tehát ez is egy komoly probléma. Ez hát rendkívül lehangoló, és hát legfeljebb azok tudnak mosolyogni, akik a Covid-lottón augusztusban esetleg csinos summához juthatnak. Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy belefáradtunk már a történésekbe, mindenkinek elege van az egészből, az államkasszának eddig legalább 8 milliárd eurójába került a járvány, arról nem is szól, hogy több mint 12.500 polgártársunk meghalt a kórban. Tehát nagyon komor ez a felvezető, ettől függetlenül idén óriási utat jártunk be. Hát emlékezzünk vissza, hogy az évet úgy kezdtük, hogy Dominika Cibulková, elit teniszezőnő, mint egy véletlenül besonfordált az egyik pozsonyi kórházba. És ha már ott járt. Akkor kapott is oltást természetesen soron kívül, és mint aki jól végezte dolgát, elment a Maldív szigetekre nyaralni. Most viszont már ott tartunk, hogy a kassai Lunyi 9 lakótelepre is kiviszik az oltást, és egyáltalán nem kell lögdösödni emiatt, hogy megkapják. Ha visszaemlékezünk, az első hetekben csak az úgynevezett kritikus infrastruktúrában dolgozók juthattak oltáshoz, és egyszerűen mindenki úgy érezte, hogy a kritikus infrastruktúrában dolgozik, tehát volt is egy kis tumultózus jelenet. Miközben napjainkban meg már ott tartunk, hogy bizonyos oltóanyagoknak szó szerint hátat fordítottunk, ugye a Sputnikból nem kérünk, az esetenként megrázó erejű és hatású AstraZeneca-nak is hátat fordítottunk, tehát már ezzel sem oltanak nálunk. Hát kínai vakcina el sem jutott hozzánk, ugye Magyarország határán megállt. Szerencsére, tehát szerintem jobb is így, hisz kiderült, hogy az idősek esetében az ellenanyag terén hát nem igazán gyengén hatékony. Igen. Aztán jött az újabb fázis, a gyerekek szinte élethalál harcot folytattak a számítógépeik előtt ülve, hogy a szüleiket időben regisztrálják oltásra. Hát ez a kényszerű fürge ujjak versenye aztán megszűnt az úgynevezett elektronikus váróterem bevezetésével, ami kezdetben hát szintén akadozott, rosszul működött, mint annyi más döntés a járvány kapcsán. Viszont azóta már mobil oltóközpontok cirkálnak az országban, nem kell esetenként már az előzetes regisztráció sem, tehát e téren is látványosan javult a helyzet. Tehát a fennakadások talán azért is történtek, mert hát ez a kormánynak az első világjárványa, hála Istennek. Hát aztán néhány hét elteltével megvillant a fény az alagút végén. Ha visszaemlékszünk, valamikor április delekán megnyithattak a boltok, sőt, már egyik járásból a másik járásba is mehettünk, micsoda szabadság, micsoda fellélegzés. Szinte nosztalgikusan gondolunk ezekre az időkre. Aztán megjelent a Covid automata, egyfajta színes kifestő füzetté változott az ország politikai térképe, mindenki azt vizsgálta minden héten, hogy éppen milyen színű az ő járása, és mindenki a zöld színre várt, hiszen az garantálja a legnagyobb szabadságot.
ez is bekövetkezett. Június utolsó harmadában már Szlovákia valamennyi járása zöld színben pompázott, ez legalább olyan komoly vízválasztó életünkben, mint Pablo Picasso korában és életében a kék korszak. A javuló járványhelyzet látán viszont, mintha alanyhult volna az oltási kedv, ez nem túl örömteli fejlemény, bár napjainkban közel 2 millió ember megkapta már a második oltását is, mégsem beszélhetünk kollektív védelemről. Most néhány héten belül kiderül, hogy hogyan álljuk a delta mutáns ostromát, hát reméljük jobban fogjuk állni, mint múlt héten a parlament ostromát, amikor is a Kotleba hívek paradicsommal, mustárral, ketchuppal kis hián bevették a törvényhozás épületét. Hát igen, a delta variáns ez egy új mutánsa ennek a vírusnak, de mivel a probléma megoldó emberek a régiek, várható-e valami olyan fejlemény, hogy valami olyannal rukkolnak elő ezek a régi probléma megoldó emberek, ami egy kicsit előbbre viszi ezt a helyenként nagyon is döcögős járványhelyzet megoldást? Hát remélhetőleg igen, hiszen próbálják egyre közelebb vinni az oltás az emberekhez, már több csatornán keresztül hozzájutunk a vakcinához. Az igazi gond az, hogy hát egyre kevesebben kérnek belőle, ami nem biztos, hogy helyes hozzáállás, és ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy vajon mikor cseng le végre ez a Covid járvány. Hát az nyilvánvaló, hogy egyszer minden járvány véget ér, reméljük hamarabb, még mielőtt a görög ABC végére érünk, ugye most épp a deltánál vagyunk, csak éppen türelmetlenek vagyunk. Viszont ha visszatekintünk a régi időkre... Igen, akkor... hát régen is voltak járványok, és nem voltak ilyen brutális intézkedések, és csak lecsengtek azok a járványok. Mondjuk borzalmas vérveszteségek árán, ezt tegyük hozzá, hát említsük meg természetesen a legdurvábbat, 1347 és 1352 között, tehát 5 éven át tombolt Európában a pest is, ez Európa egyharmadát ölte meg, tehát egészen döbbenetes vérveszteség. Ha az időben közelebb ugrunk, akkor az első világháború végén kopogtatott a spanyol náta, aminek egyébként égvilágon semmi köze nincs Spanyolországhoz, csak akkor még nem volt politikai korrektség, mint napjainkban. Tehát nem a spanyolok okozták, nem is onnan ered ez a járvány. Nos, a spanyol náta bő 3 év alatt mintegy 10 millió ember tölt meg, tehát legalább annyit, mint a rettenetes első világháború. Jelenleg ugye a Covid másfél éve pusztít, van jelen életünkben, és világszerte 4 millió embert ölt meg, de még ez nem a végleges mérlegvonás, hiszen még mindig tart. Időközben azért voltak még járványok, világjárványok. Voltak, ugyanis sokan úgy gondolják, hogy az 1918-1921-es spanyol náta volt az igazán utolsó és méretes pandémia, de ez nincs teljesen így, ugyanis például 1957-ben és 1958-ban az ázsiai náta pusztított, legalább 1 millió embert ölt meg, és időben közelebb van hozzánk az úgynevezett hongkongi influenza. Ez 1968 és 1970 között volt, legalább 3 millió ember tölt meg, de lehet, hogy többet is, ugyanis Kína akkoriban még hát nem szolgáltatott pontos adatokat, tehát lehetséges, hogy akkor is meghalt 4 millió ember. Az igazán furcsa az, hogy rendkívül durva volt ez a járvány, és mégis a kollektív emlékezetben nincs igazán ennek nyoma, hogy csak egyetlen példát mondjak a súlyosságára, az akkor még kettéosztott Berlinben összesen 60 ezer embert ölt meg a járvány, annyira sok volt a halott, hogy a kevésbé használt metró alagutakban tárolták a hullákat, tehát ez ma már azt hiszem el se képzelhető. Hogyha 1968-ra gondolunk, akkor végképp nem a pandémia jut eszünkbe, hanem mi is, a párizsi diáklázadás, egyáltalán diáktüntetések, a baráti tankok, valóban a vietnami háború, a hold első űrhajósok általi megkerülése, vagy aki kicsit nosztalgiázik, akkor annak a Ki mit tud gálvölgyi paródiája, vagy pedig len a tánczenei fesztivál slágere a kislány a zongoránál, de még véletlenül sem a járványú teszünk be. Talán ebben az újságírók is ludasak, hogy akkoriban nem hozták föl témaként, vagy nem volt téma, pedig hát azért szörnyűség történhet, sok szörnyűség történhetett akkoriban, ami a pandémiához köthető, és mégsem mentek utána, nem tették címlapra. Talán most más, milyen a hozzáállás a médiának ezekhez a történésekhez? Meg az embereknek is. Azt kell tudni, hogy 1968-ban még csak 20 év
évvel voltunk a II. Világháború után, a rettenetes mészárszék után, tehát még az akkori 30 évesek is emlékezhettek a II. Világháborúra, és úgy tűnik, hogy akkoriban néhány tízezer vagy százezer halott úgymond belefér a dolgok menetébe, hogy talán egy egészen hajmeresztő példát mondjak. Például 1969. augusztusában rendezték meg a rocktörténelem talán legismertebb fesztiválját, a háromnapos Woodstocki bulit, ahol is mintegy 500 ezer ember vett részt. Ha ma ezt egy virológus vagy járványügyi szakember hallaná, hogy ilyen helyzetben 500 ezeren jönnek össze egy rendezvényen, gyakorlatilag elájulna, és akkoriban senkinek a szeme sem rebbent. Még a fejlett országokban sem voltak érdemi korlátozások, lockdownok, viszont az is igaz, hogy oltóanyag sem volt, napjainkban viszont igen. Szerencsére napjainkban úgy tűnik, az ember élet már sokkal többet ér, mint akár az 1968-69-es korszakban. Igen, de minek a kárára megy? Tehát az élet élhetőség, életminőség, élet élhetőségének a kárára megy az, hogy mindenféle korlátozásokat vezetnek be, bejárási tilalmak, kiárási tilalmak. Tehát most, ha mérleg serpenyőjére tesszük, ha bár az is igaz, hogy egy ember élet mennyit ér. Hát ugye? Ez az. Tehát most mondhatjuk, hogy egyik serpenyőben vannak a gazdasági károk, igen, másik serpenyőben pedig lenne a halottak száma, és hát úgy tűnik, szerintem szerencsére, hogy az élet most már jóval többet ér, az élet mindig drága, fogalmazhatnánk egy filmcímmel. Viszont annak ellenére, hogy hihetetlenül módon igyekeztünk, úgy általában így is óriási összeget fizetünk a mostani járványért, ha csak Szlovákiára gondolunk, ugye elmaradtak az átfogó és létfontosságú reformok, Szlovákiát nem sikerült gazdasági növekedési pályára állítani, ehelyett éppen ellenkezőleg visszaestünk, megnőtt az államadóságunk, a politikusok cicaharcát látjuk, egyedül talán a közélet tisztul, egyedül talán a korrupció elleni harc érződik, ha pedig len kitekintünk a nagyvilágba, akkor is ugyanez a helyzet, általános a gazdasági visszaesés, az államok fülig eladósodtak, hihetetlenül megnőttek a vagyoni különbségek, a kormányok és a központi ilyen kormányzatok, hivatalok ereje megnőtt, hiszen nem egyszer központi döntéseket kell hozni, tehát valamelyest deformálja életünket, de jó esetben, mondjuk jövőre ilyenkor már talán megvonhatjuk a mérlegét annak, hogy mi az, ami teljes mértékben megváltozott a járvány előtti életünkhöz képest, és mi az, ami mondjuk maradt a régi időszakból. Talán úgy tűnik, hogy ez túlzás, hogy nehogy már egy koronavírus járvány a vízválasztó legyen az életünkben, de azért én megkockáztatom, hogy igenis, ugyanis az emberiségre nézve minimum 4 dolog jelent halálos veszélyt. Az egyik egy átfogó globális atomháború, a másik egy kisbolygó vagy egy méretesebb üstökös becsapódása a Földbe, a harmadik egy rendkívül erőteljes klímaváltozás, és a negyedik szerintem egy elvadult és elszabadult vírus okozta világjárvány. Tehát szerintem körülbelül így kell hozzáállni a kórhoz, felőlem lehet használni szájvizet vagy minőségi pálinkát is a küzdelem érdekében, de azért a felelősségteljes hozzáállás szerintem többet segít. Hát igen, ez a járvány, ahogy említetted, hogy egy elszabadult járvány, vagy elszabadított járvány, mert hát ugye vannak olyan tézisek, hogy a wuhani laboratóriumból jutott véletlenül, vagy direkt, de valahogy onnan jutott ki, tehát ehhez kellett egy kis emberi segítség is, hogy ez így elterjedjen. Vagy pedig ezt azért cáfolni kéne? Ezt nem tudjuk egyenlőre érdemben sem megerősíteni, sem megcáfolni, ugyanis Kína ugye távolról sem demokratikus ország, tehát nem lehet ott tényfertáló nyomozást folytatni. Az tudnivaló, hogy a vírus magától is elszabadul, hiszen az általunk említett ázsiai nátha vagy hongkongi influenza szintén vírus alapú, és akkoriban a genetika még sehol sem járt, mondjuk így, hogy gyerekcipőben, és mégis elszabadult. Tehát ezt a tézis, hipotézis, hogy ez művileg került volna ki a wuhani laboratóriumból, már pedig nem van ott ilyen jellegű laboratórium, egyelőre nem tudjuk sem megerősíteni, sem megcáfolni. Hát akkor egyelőre nincs más hátra, mint hogy előre a nyárba bele, és hát várjuk a további fejleményeket. Találkozunk egy következő péntek délután, és akkor már valószínűleg heti tallózóval folytatjuk. Köszönöm szépen Sidó Zoltánnak, a viszontlátásra. A viszontlátásra. Játsszon a Kauflanddal, és nyerjen vásárlási utalványt 100 euró értékben. Kaufland.